Peter Singer könyvét tartom a kezemben. Köszöntöm a kedves nézőket. A szerző Ausztráliából kivándorlókról szülők gyermekeként jogot, történelmet és filozófia tanulmányokat végzett, majd átképezte magát az alkalmazott etika neves szakértőjévé. Igazából ez a könyv, amit a kezemben tartok, nagyon súlyos témát boncolgat, mégpedig az emberiség viszonyát az állatvilághoz. Azt, hogy hogyan bánunk az állatainkkal. Igazából már ott felvetődik, és hogyha valaki vadászik, akkor ezt miért teszi? Az ölés öröméért-e? Mert akkor már nem, talán nem is nevezhető sportnak. De hogyan bánunk házi állatainkkal? Szerencsére ez ma már büntethető, az állatkínzás. De még inkább az egész könyv arról szól, hogy a táplálék láncon belül az állat az gyorsan ül és elfogyasztja, az ember viszont tenyészti a táplálék állatait, és tartja őket. És ez az, ami a szerzőt megbotránkoztatja, és mind a mai napig sok állatvédőt is, mert sok állatot mai napig nyomorúságban tartanak, olyan kis ketrecekben, ahol megfordulni se tud. Tudja például valaki, hogy a borjakat elveszik 3-4 napos korukban anyjuktól, mesterségesen nevelik fel egy olyan kalodába, ahol szinte megfordulni se tudnak, csak támaszkodni, ugyanis mesterségesen, vasszegényen tartják őket, hogy világos legyen a húsuk, mert ez egy nagyon drága hús. Viszont aki fogyasztja előkelő partikon, az nem tudja, hogy tulajdonképpen egy nagyon beteg állathúsát veszi, amik itt mesterségesen tartanak vashiányosan, és a vashiányokból eredendő betegségekben olyan szinten, hogy szinte rogyadozik a ketrecében. Ezek után, miután különféle állatok tartásmódját boncolgatja a szerző, hát kitér a vágóhidak munkájára, amit egészen horrorisztikusan szemléltet, és mindezt a nyereség vágyból elkövetett emberiség, hát az emberiség számlárára írja, mert nem lenne szükség így bánni az állatokkal, viszont a nyereség vágy az, ami az embert hajtja, minél több állatot egy óra alatt levágni, mert a vágóhidak óriási versenyben vannak, és csak így maradhatnak fent. Még olyan népcsoportokról is ír, amelyek nem fogyasztanak húst, de képviselőik sokáig érnek, valamint olyan sportolókról is, akik szintén nem fogyasztanak húst, mégis sikerekben gazdag életük van. A könyv olvasásakor felmerülhet az a kérdés, és az az érzés, hogy ha az ember ilyen mesterségesen rossz körülmények között tartott, és mesterségesen a hús előállítása céljából betegen tartott állatok húsát fogyasztja, akkor kérdés, hogy mi magunk mennyire maradhatunk egészségesek. Nem könnyű olvasmány, ne esti mesének olvassuk magunknak, érdemes benne elmélyedni, hát megfontolandó tanácsok is vannak benne, és főleg meggondolandó, hogy az ember honnan vásárol esetleg húst.